és moszkvai tudósítón küldte a csernobili helyzetjelentést is íme. A csernobili zóna szélén fekvő két faluba visszatérhettek a lakók. Cseremosnya és Nyevetszkoje térségében a háromszor végrehajtott mentesítés eredményeként annyira csökkent a sugárszint, hogy a szovjet hatóságok megkezdték az emberek visszatelepítését. Az érintett néhány tucat falusi porta utolsó tisztítását már a lakók jelenlétében végezték el. A helyi kolhozok ismét hozzákezdtek a munkákhoz a földeken. Az Izvestia című lap azt is megírta, hogy szokatlanul széles árukínálat várja a visszatelepülteket. A csernobili reaktor baleset után hazánkban is naponta adtak közé jelentést a sugárszintről. Jó ideje azonban erre már nem volt szükség. Másfél hónapos szünet után most arról tájékoztattak a Polgári Védelem Országos Parancsnokságán, hogy az elmúlt 6 hétben minden környezeti elemben a természetes sugárzási szintet mérték. Csernobil egy másfajta utóéletéről lesz szó a következő tengeren túli filmjelentésben. Armand Hammer, az ismert amerikai üzletember és közéleti személyiség orvosi központot alapított Los Angelesben. Legfontosabb feladata, hogy kidolgozza a védekezés módozatait a nukleáris baleseteknél keletkező sugárzás ellen. Hammer oldalán Robert Gale professzor, aki a Szovjetunióban részt vett a csernobili sérültek kezelésében, arról beszélt, hogy rövidesen ismét Moszkvába utazik. Szovjet kollégáival már az új tudományos intézet munkájáról is tanácskozik.